azt hiszem, hogy az ember azért értelmes lény, észes természettel bíró teremtmény, hogy használja az eszét és használja a szívét. Akkor tudja az életét éppen aktuálisan jól élni, hogyha ez a mind a kettő jól működik benne, az értelem is és az érzelem is. Fontos, hogy emlékezzünk azokra, akiket legyilkoltak, aljas módon, bestiális módon, közönséges gyilkossá züllött emberek. Nem katonák az ilyenek, akik ártatlan embereket, fegyvertelen embereket ölnek, gyilkolnak. Nekünk emlékezni kell rájuk, imádkozni és az ő emléküket őrizni, ápolni, mert megérdemlik, mert bár nem mondjuk, hogy hősi halottak voltak, hiszen nem úgy haltak meg háborúban, harcban, de mégiscsak az életüket ezért az országért, a nemzetért, a hazáért adták. Ugyanakkor azt is világosan látnunk kell, hogy ami ott történt, az egy sátáni dolog volt. Az arctalan tömegben az embert, aki elveszti személyiségét, aki elbújik egy tömeg állarca mögé, azt a sátán föl tudja használni. Föl is használta ezeket a szerencsétleneket, ezeket a gyilkosokat, és értelmetlen pusztításra, gyilkolásra használta őket. Nekünk fontos, hogy ezt megértsük, és mindig arccal, világosan, bátran, egész személyiségünket odatéve tudjuk vállalni azt, ami ránk bizatott. A múltunk, a kultúránk, a hitünk, a nemzetünk, a hazánk, a jelenünk és a jövőnk is. És ezért kell, hogy emlékezve úgy formáljuk a magunk jelenét, hogy abból jövő legyen, hogy méltók legyünk azokért, azoknak az emlékére, akik meghaltak, és méltó módon tudjuk majd átadni a mi helyünket az utánunk következő nemzedékeknek. Itt vannak a fiatalok. Mit üzen nekik? Én azt hiszem, hogy a gyökereket mindenkinek őrizni kell. Nagyon fontos, hogy honnan jöttünk, mit hoztunk magunkkal, mi bízatott ránk, és miért vagyunk felelősek. Ezt nekem, mint kincset, mint értéket magamban kell őrizni, hordoznom, és mindenféle módon tovább kell adnom az utánam jövőknek. Egy családban kell ezekről a dolgokról beszélni. Egy közösségben kell, hogy ez téma legyen. Egy papnak a küldetésében kell, hogy ez megnyilvánuljon, jelen legyen az ige hirdetésében, az egész működésében, hitoktatásában, mert ezek örök érvényű emberi dolgok, örök értéket jelentő kincsek, ezeket az Isten is egyszer számon kéri tőlünk.